Valószínűleg nagyon sokan láttunk már fakirágyat. Hát ha ágyat nem is, de egy széket mi is készítettünk. Egy vágódeszkába 400 darab szöget vertünk. És ugye a fakírok ezekre az ágyokra, a székekre le szoktak ülni. Hát, mi történik, hogyha ráülünk? Látszik, hogy semmiféle fajta sérülést nem szereztem. Próbáljuk meg ennek a fizikai magyarázatát megkeresni. Veszünk egy lufit, és több szöget összefogunk, és próbáljuk ezzel kiszúrni a lufit. Látszik, hogy nem szúrja ki ez a sok-sok szög a lufit. Ellenben, ha egy szöget veszünk, és ezzel egyből ki tudjuk szúrni a lufit. Ennek az a magyarázata, hogy sok szög esetén az erőnk több felületre, nagyobb felületre oszlott el, mint egyetlen egy szög esetén, így nagyobb nyomást tudtunk vele kifejteni. Megvizsgálhatjuk, hogy milyen tényezőtől a nyomás. Ebben a kis edényben liszt van elsimítva, és nézzük meg, mi történik akkor, hogyha egy adott fakhasábot különböző oldalával fogjuk ráhelyezni a lisztre. Először a legnagyobb felületi oldalával szépen ráhelyezzük, meg levesszük. Látszik, hogy alig nyomódott be a liszt. Ha most a kisebb felületű oldalával helyezzük rá a lisztre, és levesszük, akkor látszik, hogy jobban benyomódott. Ha kisebb a felület, de a nyomóerő nem változik, akkor a nyomás is nagyobb. Tehát a nyomás két tényezőtől függ, a nyomóerőtől és a nyomott felülettől. Láttuk azt, hogy ha a nyomóerő nem változik, de csökkentem a nyomott felületet, akkor a nyomás növekszik. Vizsgáljuk meg azt, mi történik akkor, hogyha most a nyomott felületet nem fogom változtatni, viszont a nyomott erőt fogom növelni. Úgy fogom növelni, hogy visszahelyezzem az eredeti helyére ezt a fahasábot, és ráteszek egy súlyt. Ezáltal megnöveltem a nyomóerőt. Nézzük meg, hogy az előzőhöz képest hogyan változott a nyomás. Látszik, hogy sokkal mélyebben bele nyomódott a lisztbe ez a hasáb, tehát a nyomóerővel egyenes arányosságban növekszik a nyomás. A fakírszék esetén is az én súlyom, ha nem is 400, de kb. 300 szögre oszlott szét, ezért nem éreztem azt a szúrást, mint esetleg két vagy három szögre ültem volna rá. Egy másik érdekes fakír kísérlet az, amikor üvegcserepeken járnak a fakírok. Ebben a lázában üvegcserepek helyezkednek el. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha erre állunk el. Lehet hallani, hogy a súlyom alatt törnek össze az üvegcserepek, de semmiféle sérülést nem szerzünk. Ugyanis a súlyom nem egyetlen egy üvegcserépre nehezedik, hanem a sok-sok üvegcserép összességére. Ha egyetlen üvegcserépre lépnénk rá, akkor ugyanúgy, mint a lufi esetén, nagy lenne a nyomás, és egyből sebesülést okoznak.